tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Hallhatatok két kitűnő bevezetőt, és egy teljesen eladhatatlan mondattal szeretném folytatni, amely a taoista bölcsesség egyik gyöngyszeme. A jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Hallhatatok gyönyörű hasonlatokat, és egy nagyon jó személyiség, illetve társadalomrajzot, és emellett azt kell mondanom, hogy a mostani szomj, a mostani érdeklődés és kíváncsiság, hogy ugyan már milyen utat válasszunk, minden emberben joggal merül föl. És nagyon sok olyat találhatsz, ahol elsőre nagyon könnyű, nagyon érthető, nagyon járható út kínálkozik, és amikor a második sarkon be kell fordulni, akkor kiderül, hogy mégsem vagy nagyon édes az orvosság, és úgy tűnik, mint ezt pont neked találták volna ki, és utána rosszabbul leszel, mint voltál. Miért van ez? Ez azért van így, mert azt a karmát, amit te leszeretnél vetni, több évtized, esetleg több élet alatt hoztad létre. És ezt nem lehet könnyen csak úgy levetni. Itt dolgozni kell, gyakorolni kell, és hogyha nagyon nehéz dolgod van magaddal, akkor izzadsz is, sírsz is, de valami folyik, az biztos. Amikor elkezdtem a zent, akkor nagyon hamar meghallottam ezt a mondatot, és ránéztem a gyakorlókra, aki közül ezt valamelyik mondta. Ugyanis a zentben nagyon hamar megtanulod, hogy az emberek szavait azt másodlagosra tedd, az elsődleges az, amit tesznek. És még az azelőtti a nulladik pont az a jelenlétük. Jelenlét, cselekedet, és csak utána a szavak. Hogy lehet az, hogy valaki ezt mondja, hogy a jó orvosság keserű, és a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet, és közben mosolyog? Hogy van ez? hogy láthatóan jobban van, mint az átlag, akik ezt nem tudják, és a könnyű utat és az édes gyógyszert szeretnék. Hogy van ez? Lehet, hogy úgy van, hogy te megfizeted az árát, akkor meg is kapod azt az eredményt. És ez az ár, ez belül van, az illúzióiddal fizetsz, a hamis hitrendszereddel fizetsz, a lustasságoddal fizetsz, a szétszórtságoddal fizetsz és a téves nézeteidet, hogyha mered eladni, akkor helyette valami más lesz. Hogyha lemered nyelni a keserű orvosságot, akkor lehet, hogy egészséges leszel. Hogyha mersz az úton menni, ami befelé vezet, és úgy tűnik, hogy így mindig csak helybe maradsz, és nem jutsz sehová, akkor lehet, hogy tényleg megismered önmagadat, és jól tudod menedzselni a szintásulatot, a személyiségedet, anélkül, hogy ego lenne belőle. Tehát figyeld meg azt, hogy a konfliktusaid mikor pattannak ki, amikor a személyiséged világos relativitásából az egoitás abszolutizmusa lesz. Az igazságot látni nagyon szép dolog, de ha azt hiszed, hogy csak neked van igazad, ott már valami baj van. Szerintem a prózából most elég, jöjjön a dráma, kinek van kérdése. Hogyan tudnám azt könnyebben elfogadni, hogy vannak olyan külső környezeti hatások tényezők, amik a gyerekek személyiségét olyan irányba befolyásolja, ami az ő életüket már most láthatóan megnehezíti hosszú távon is, akár. Jó hírem van, mint anyuka egy hatalmas előnyt élvezel ugyanis a te gyerekeidről van szó, nem pedig az iskolában kell egy osztálynak átadni valamit, amely tényleg tisztességes, gyönyörű, tanárkarmájú emberek erőfeszítése. Tehát azok a gyermekek, akik hozzád születtek, a te számodra a legelérhetőbbek az egész világon, mert te vagy az anyjuk. És a szeretetednek és a bölcsességednek erősebbnek kell lennie, mint a környezeti hatásnak és akkor te rád hallgat, mert te szereted a legjobban, és te vagy a legbölcsebb. Erre kell gyúrni. Köszönöm. Szívesen. Sok évtizedes kemény munkával létrehoztam egy hamis önképet, jó sok szenvedést okozva magamnak, a környezetemnek. A kérdés, hogy ezt miért csináltam, hogy mi ennek a... Mert nem tudtál jobbat. Tehát látszik a sok tanfolyam, rá van írva a homlokodra, uh -huh. meg a terápiák, meg a menetelések, a könyvek, a minden. Tehát nem csak enyhén túlművelt vagy, hanem egy olyan jóindulatú ember, aki mindig a legjobbat akarja kihozni magából, részint nem magáért, hanem a párjáért, a családjáért, gyerekekért, stb. És eközben folyamatosan felszeletelted a homlok lebenyeddel a világodat. Tehát amikor valaki szétanalizálja az okosságával a világát, akkor ott csak üvegcserepek maradnak, semmi más. Tehát ilyenkor a legnehezebb egy ennyire kidolgozott metarendszert félretenni. Erre mondta Szumszánszonyim egy hongkongi szerzetesnek, aki természetesen más oldalról közelítette a problémát: égesdel el a könyveidet. Hát, Deó Szunyim nem is ment többet hoz tanításért mert a szútra mesterségét enyhén sértette, hogy neki el kéne égetni a könyveit, hiszen ő volt a legékes szólóbb szútra mester Hongkong adott buddhista társadalmában. És az endmester azért ment, hogy ő ezt hogy tudná még jobban csinálni? A válasz az, hogy sehogy. Te ne akard ezt jobban csinálni, mert már eddig is elég bajod volt belőle. Úgyhogy tedd félre, Azért vagyunk itt, és nem csak te, Péter, mindenki tegye félre az okosságát, mert nem vezet sehova. Körbe-körbe forgasz. Úgy forogsz, ahogy az elméd diktálja. Rovod a köröket, azt hiszed, hogy te vagy a legügyesebb jégtáncos, pedig csak nyomtató ló vagy, a régi malmokban, ahol még lovakkal forgatták a malomkövet, és őrlöd, őrlöd, és őrlöd, és nem jut sehova. Hát amikor megáll amikor az elme nem gondolkodik, amikor a színpad letisztul és a rendező marad, akkor van esélyed az ürességből egy újabb valóságot teremteni, mert ez az üresség nem a semmi. Ez az üres teljesség, vagy teli üresség. Nagyon fontos a súnyattá fogalom helyes értelmezése azért, hogy a tapasztalatodat ne befolyásolja az elméd. Tehát tessék félretenni az összes fogalmi gondolkodást. Lásd tisztán, haj tisztán, ismert fel a helyzetedet tisztán, a kapcsolataidat tisztán, és ekkor tudsz működni, illetve együtt működni helyesen. Hát én ezt a képet, amit most látok, így rád nézve soha nem felejtem el. Miért? Mert nem csak a te arcod látszik a legőszintébb fényben, hanem így egy kis mélységélességet dolgozva, ittől a párod előttem, és őt is látom. Tehát a te jelenléted, az ő jelenléte, a szavaim rátok gyakorolt hatás, az egy felejthetetlen pillanat. Úgy, hogy én nem gondolkodom arról, hogy mit mondok. Ezt már mindenki tudja. Tehát te gondolkodás nélkül halld meg. És hogyha nem szűröd, az pontosan oda megy, ahova mennie kell. És akkor tudsz megszabadulni a szenvedéstől, amelyet a gondolatainkkal és az érzelmeinkkel teremtünk, és a világra projektáljuk a beszédünkkel, és meg is tesszük, és azt is akarjuk, hogy a másik elhiggye, visszanozza, sőt, szeresse. Hát nem megy. Úgyhogy tedd félre az összes eddigi tudást, merd ezt megcsinálni, és maradj meg a pillanat tisztaságában egy olyan tudattal, amely végtelen, mint a tér, és tiszta, mint a tükör. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Én is gyermekekkel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Én hat gyermekes apuka vagyok. Gratulálok. Köszönöm. És uh, 27 éves házas. És igazából uh, a gyermekkoromban megfogadtam azt, hogy nem úgy fogom nevelni a gyerekeimet, ahogy a szüleim engem neveltek. De hát óvatatlanul én ugyanazokat a hibákat elkövettem, amit a szüleim is elkövettek. És nem olyan régen jutottam el csak oda, hogy uh, a bevezetőben szereplő rendezői székbe beülve láttam egy transgenerációs karmát, amit folyamatosan adunk át egymásnak a szüleim nekem, a szüleim szülei és én is adtam tovább a gyermekeimnek. Mikor ezt felismertem, akkor próbáltam szóban beszélgetni erről a szüleimmel is, és a gyermekeimmel is, és a kérdésem, ami ebből jön, hogy azt tapasztaltam, hogy szóban kevésbé volt ez eredményes, vagy nem sokra vezetett, Viszont miután elkezdtem gyakorolni, megdolgozni ezt a karmát, elkezdtem vele foglalkozni önmagamban, és leginkább önmagammal kezdtem ezt, önmagamban kezdtem rendbe tenni. Azt tapasztaltam, hogy változtak a szüleim, változtak a gyermekeim. A kérdésem az az, hogy ezt csak én látom, ez az én bennem zajló folyamat, vagy valóban változnak a szüleim és változnak a gyermekeim annak hatására, hogy én dolgozom ezt a karmát. Semmi okom sincs kétségbe vonni a tapasztalásodat, bár a családod többi tagját nem ismerem. Ugyanis az zengyakorlat, vagy bármiféle helyes, hagyományos gyakorlat az a tudattalamba megy először, és nem a tudatos személyiséget programozza újra. Nézd meg az autót és a sofőrjét. Hány tonna az autó és hány kiló a sofőr? Tehát a tudatos személyiség az egy ilyen kis Sofőrnek képzeli magát kezdetű ember, és a hatalmas tudattalanja pedig ott van, mint egy ilyen jármű, amiket be kell indítani, meg működtetni, meg hasonlók. Az én gyakorlat nem a személyiségedet programozza újra, nem mondjuk meg, hogy te ki legyél, mit láss, hogyan gondolkodj, ez nem lenne sem helyes, sem célra vezető elvenni az autonómiádat, elvenni az önállóságodat, és nem vezetne rá arra, hogy a buddha természetedet tessék szíves használni. Tehát az gyakorlat a tudattalamba megy először, és az arhetipikus valóságban kezd el rendet tenni, anélkül, hogy a tudatos személyiségnek ezt ellenőriznie kéne, nyomon kéne követnie, stb. 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 Amíg csak beszéltél róla, addig valójában nem történt semmi a kommunikáción kívül, amely körülbelül olyan, mint amikor vezetés közben a sofőr szöveges üzenetet kap. Ne olvasd el, vezetés közben ez veszélyes. De körülbelül ennyi a haszna. És előfordul, hogy még romlik is az adott karma, mert senki nem gyakorol, senki nem változtatja meg a karmához való viszonyát, senki nem választódik le erről, senki nem szünteti meg az azonosulását. És innentől kezdve, ha te beláttál egy transzgenerációs karmát, akkor annak le kell menni a gyökeréig, és gondolattal nem fogod tudni megcsinálni, hanem látással. És a látás általi megszabadulás akkor következik be, amikor megszűnik a kényszerű azonosulás az adott karmával. Ekkor tudod megváltoztatni a mintákat. Gondolattal te nem tudod eldönteni, hogy na akkor én most más leszek, mint apám, meg anyám. A te gondolatod sokkal, de sokkal kisebb erejű, mint az az elképesztő több évtizedes szokás, szokás rendszer, amely téged formált emberré. 27 éve vagy házas, az már egy Saturnus ciklusnak úgy a majdnem a vége. Úgyhogy biztos, hogy megvannak a tanulságok, és van egy jó hírem, meg egy még jobb. A jó hír az, hogy ez alatt már azért nagyon sok bölcsességet be lehet látni. A még jobb hír, hogy ha nem ragaszkodsz a bölcsesség által meglátott karmához, akkor a következő Szaturnusz ciklus már más lesz, mint a mostani. De ha nem, akkor nagyon hasonló. Oké, okay, tehát tessék gyakorolni tovább, és hogyha esetleg a kölkök megkérdezik, hogy apu, te miért vagy ennyire sima homlokú, nyugodt, derűs, amikor éppként mi már teljesen agyilag ledobtuk a láncot, és mindenki üvölt, meg szenved, akkor beszélhetsz nekik mondjuk a jelenlétről, a hasi légzésről, alias tantienpraxis, a tiszta tükörszerű tudatról úgy, hogy nem akarod, hogy ők ezt csinálják, de reggeli meditációban mellédülhetnek. Hát azt a családi zent, amely pár hónap alatt ebből kikerekedhet, azt esetom képzelni. De én remélem, hogy nálatok megvalósul. Köszönöm szépen. Szívesen. Még egy rövid kérdésem lehet. Mindig csodáltam, hogy honnan jön ez a bölcsesség, és honnan tudsz ebből meríteni, illetve hogy tudok én is akár meríteni ilyen bölcsességet, mint a gyermekes apukam, hiszen, hiszen nagyon sok bölcsességre van szükség, hogy az ember a gyermekei teljes útra terelje. És a gyakorlat, ahogy ezt hallhattad, az a látás, a vigy a tisztánlátás gyakorlása, és nekem az volt többek közt a szerencsém, hogy szerintem a világ egyik legjobb tanítójától tanulhattam. És három kontinensen gyakorolhattam az zent az elmúlt 30 év alatt, ahol rengeteg családba és kultúrába sikerült belelátnom. És ez adhatja azt, amit te bölcsességnek nevezel. Én azt mondom, hogy ezek ugye a kezdeti tanulságok, és az életem második aktív felében még lesz több. Egyéb kérdés? Spirituális védelemről szeretnék kérdezni. Esetleges mágikus támadás kapcsán, hogy tudom magam megvédeni mantrával, vagy esetleg más... Esetleges? Tapasztalt. Támadás kapcsán. Az honnan jött? Hát, egy ismerőstől. Akkor nem nehéz a védekezés. Le kell zárni az összes csatornát. Lezártam. De elért. Na. Utána pedig a saját tudatodat kell megerősíteni úgy, hogy nem hiszi el azt, amit éppen gondol, érez, vagy mások mondanak, és nem ragaszkodsz mások cselekedeteihez. Volt a Kína történetében nagyon sok háború és csata, és hát két kínai hadsereg állt egymással szemben, amikor a három királyság ilyen polgárháborús időszaka volt, nagyon sok tábornoknak volt taoista vagy buddhista praxisa, és hát a hadviselés tudományát szerették volna ezzel jobban gyakorolni, de hát voltak, akik egyéb képességekre is szertettek, és megüzente az egyik sereg vezetője a másiknak, hogy a harci istenségek, azok le fogják gyilkolni az egész sereget, úgy, ahogy van. És megijedt a sereg, és amikor kitört a csata, akkor nem csak a másik hadsereggel kellett harcolniuk, hanem bizony az istenségek is megjelentek, és legyilkolták azt a sereget, aki ezt elhitte. És ennek híre ment, és jött a második hatalmas harc, egy idő eltelt, és ez a tábornok már jobban fölkészült erről, tudta, hogy ez miből áll és azt mondta a katonáinak, hogy amikor elindul ez a hatalmas nagy istensereg felétek, akkor erre az üveggömbre tessék nézni, és nem mozdulj el, csak ezt a fehér üveggömböt láss, és ne hidd el, ami körülötted van. És elindult a harc, a fizikai hadsereg az várt, nem csinált semmit, viszont a nagyon-nagyon mágikus tábornok ráküldte a képzetet az ellenséges seregre, Viszont az ellenirányú tábornok pontosan tudta, hogy ez az üveggömb, ez a tudatot tisztán fogja tartani, és semmi más nem látott a védekező sereg, csak ilyen faleveleket, amik így hullottak le. A szél vitte őket. Tehát bizonyos tudatok rá tudják vetíteni a saját tartalmaikat más tudatokra, amelyek, ha gyengébbek, akkor elhiszik. De hogyha nem hiszed el, hogyha a jelenléted tiszta marad, és a nem azonosulásod erős, akkor ezeket egy mozdulatlan tudatból, úgy ahogy az üveggöm nem mozdult, úgy tudod szemlélni, mint a faleveleket, amelyeket visszaszél. De ha a te tudatod beleragad a másik ember projekciójába, akkor elhiszed. És akkor meghalsz. Egyéb kérdés? Szeretnének megkérni, hogy mesélj arról a négy tényezőről, ami a harmonikus párkapcsolathoz szükséges, ez a négy kerék. Arta, Dharma, Kama hát. Moksa. hát én megkérlek, hogy a Dharma veszéd után a részletes kifejtésre Alda a Benedek tanítótársamat kérd meg, légy szíves. De én röviden megpróbálom így címszavakban elmondani. Az Arta az a mindennapi élet kreativitása, és hogyha ti közösen tudtok dolgozni és teremteni a materiális szinten, akkor az a párkapcsolat egyik talpköve. A darma az a törvény felismerése, tehát a közös etikai és morális rendszer. Hogyha nem ugyanazt a rendszert, vagy hasonló rendszert gondoljátok, akkor ami az egyikötök szemében erényes, az a másik szempontjából bűnös. Úgyhogy a hasonló darmájú egyének, azok nagyon jó házasságokat tudnak kötni. E felől még a harmadik, ugye a káma is ugye tud kezeskedni, ami az öröm. Tehát érzékszervi öröm nélkül nincs megfelelő párkapcsolat, és a negyedik pedig a moksa, ami a felébredés, és a felébredés azt jelenti, hogy tisztán látunk, tisztán látjuk egymást, tisztán látjuk azt a törvényt, a darmát, ami működik, tisztán teremtünk, arta, és az örömbe se ragadunk bele, hogy ne legyen abból akadály. Hogyha az örömből akadály lesz, akkor a másik szeméből is akadály lesz. Úgyhogy ezeknek a megléte eszenciális ahhoz, hogy egy párkapcsolat a helyes irányba menjen. És általában a moksát, a felébredést teszik a legutolsó helyre, mert az a legfelső. Én ezt pont a legeleire tenném. Mert már, hogy te kivel találkozol, kit vonzol be, az már a felébredettségi fokodra jellemző. Mert nagyon hasonlót fogsz bevonzani. Vagy elviselni. Vagy teremteni amelyeket szeretnél. Van a társteremtésnek egy olyan fokozata, amikor nem is látod, hogy hogyan teremted a társadat a beszédeddel, a gondolataiddal, az érzelmeiddel és a cselekedeteiddel. Pedig ezt tesszük pillanatról pillanatra. Tehát számomra a moksa az első, minél tisztább legyen a tudat, minél felébredettebb legyen az egyén, annál magasabb szinten tudja a problémákat megfogalmazni, és ezért a probléma megoldása is magas szintű lesz. Tehát itt már mindenki élt eleget, akik itt vagytok a teremben, hogy tudjátok, hogy a kapcsolat az néha probléma halmaz. Hogy nagy halmaz, vagy kis halmaz, az teljesen mindegy, de a problémákból, a megoldatlanságokból keletkező hő, az az üzemanyag egy része, ami hajtja az egészet előre. Oké, okay? Tehát ne problémamentes kapcsolatokra áhítozzatok, hanem hogy legyen egy olyan társatok, akivel ezeket a problémákat öröm lesz megoldani. Vagy ha nem is öröm, legalábbis a helyes irányba tudtok menni, és utána lesz öröm belőle. És utána a darma felismerése kellene, mert a moksa nélkül nem tudod a darmát felismerni. Ha nem tiszta a tudat, nem látod a törvényt, csak azt látod, hogy te mit akarsz, és mit kapsz, és mit nem kapsz. És hogyha a darmát, a törvényt felismerjük, akkor helyesen tudunk formát teremteni, és annak örülni és helyeset tudunk örömet teremteni, és annak formát adni. Tehát az arta és a káma számomra ugyanolyan fontos, és nem az egyik fontosabb a másiknál, hogy az egyik az éjszakai, a másik a nappali üzemmód, hanem fel kell ismerni a moksát, a darmát, és utána eldönteni, hogy most akkor dolgozzunk, vagy örülünk, vagy örömöt teremtünk, vagy éppen csak gályázunk azért, hogy később örüljünk. Tehát ez egy egyszerűsített és szándékosan rövid kifejtése ennek, és utána kérlek szépen, hogy a, az advaita védánt a szakértőhöz fordulja, aki ezt neked jobban el fogja mondani, mint én. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Vannak az életemben szituációk, amiben eléggé szenvedek, és a többi szereplő is szenved. És talán tudnám is a, a megoldást, és, és nem teszem meg. Mi tudna Ebben nekem segíteni, hogy az a megoldás, amit én gondolok, az biztosan helyesebb, mert lehet, hogy csak ez akadályoz meg a döntésben. A világon csak te vagy ilyen helyzetben? Vagy mások is? Rengetegen. Nagyon sokan. Igen. És láttál tőlük megoldási kísérleteket? Igen. És tudsz ezekből tanulni? Igen. És az eredményt tudod mered cselekvésre váltani? Nem. És itt nem. a baj. Tehát nem mered megtenni azt, amit már megtanultál. Akkor legyél szíves ellátogatni a Széchenyi Könyvtárba, vagy az Egyetemi Könyvtárba, vagy bármilyen nagy Szabó Ervin könyvtárba, menj be és nézd meg azt a csendet a könyvek között, ahol nem történik semmi. És képzeld el, hogy egy angyal rád zárja az ajtót, és te, ott vagy ezer évig a könyvtárban, úgy, hogy életben vagy. Mindened megvan, de nem tehetsz semmit, csak tudhatsz. Minden tudsz, de semmit sem tehetsz. És hogyha már üvöltesz, hogyha már dörömbölsz, hogy engedjenek ki, cselekedni akarok, na akkor elég bátor vagy. Mert megtenni, amit már biztosan tudsz, hogy helyes. Ne várj másokra. Egyéb kérdés? A tegnapi Darma beszédben volt szó az úgynevezett Darma balesetről, és az a kérdésem, hogy ez, ez pontosan mit, mit, jelent, vagy mire mondjuk ezt? Nézd, az a jó hírem, hogy itt senkinek a járműve még nem megy olyan gyorsan, és nem rendelkezik akkora önsúlyjal, hogy nagyon nagy darma baleset lehessen belőle. Elmondom, hogy mi történik akkor, amikor valaki mondjuk hangsebesség fölött gyakorol, azt hiszi, hogy ő elért valamit amikor elért valamit az ő hite szerint, akkor maga elé rakta ezt az énség falat, és teljes sebességgel belement, és zúzódott is rajta keményen. Tehát te minél többet gyakorolsz, annál kevésbé adsz egy ilyen én vagyok kettős pont mondatot magadnak. Ehelyett azt látod, hogy most mit csinálsz, most mit beszélsz, most mit gondolsz, most mit érzel mit éreztetsz, mit gondoltatsz, mit mondatsz, és mit tétetsz meg a környezettel. De tehát aktív és passzív módon ugyanez. De nem egy identitás címkét raksz rá, és a legrosszabb darma baleset az, amikor valaki azt hiszi, hogy ő a végső felébredést teljes mértékben elérte, és már nem is kell neki gyakorolnia, mert innentől kezdve ő kész van. Hát kész is van. Tehát, hogyha nem látjuk azt, hogy milyen elképesztően egymásra vagyunk utalva, hogy ez a humán karma, amely most tényleg alulról vékonyan karcolja a 7,2 milliárd főt, milyen elképesztő terhekkel bír, hogy mondhatná bárki őszintén és tisztán gyakorló, hogy ő beérkezett, miközben a világban ez van. Úgyhogy a Darma-baleset az legfőképpen az identitás szintjén jelentkezik, az illúziók ugye a legrosszabb pillanatokban hagynak ott, és éppen ezért ezeket a hamis önképeket nem szabad fölvenni. A másik típusú, ami nem alanyi, hanem tárgyi, hogy történik veled valami, egy meditáció közben te látsz valamit, hallasz valamit, megnyílik a múlt, megnyílik a jövő, megnyílik a jelen, és te abba beleveszel és azonosulsz a tudat tárgyával. Ez a tárgyas tarma baleset. És hát ez a receptje az őrületnek. Mert ilyenkor a pillanatról leválsz. A test és lélek széttagolódik. A tudatosság csökken, vagy eltűnik. Minél messzebb van test és lélek egymástól, minél alacsonyabb a tudatosság szintje, annál őrültebbek vagyunk. Kevés-hamis azonosulás, kevés probléma. Sok-hamis azonosulás, kész őrület és téboly. Nagyjából ez a két nagy típusa a eseteknek baleseteknek. Amikor az ember hosszú egyéni elvonulásra megy, akkor persze a tanítójával beszél, megbeszélik, hogy mi teszik, hogy csinálja, mikor leborul, mikor énekel, mikor ül, stb. stb. De három alapszabály az van. Egy. Akkor mész föl, amikor megígérted magadnak, és akkor jössz le, amikor a kitűzted magadnak. Tehát nem adott föl. Kettő, ami a hegyen történik, az a hegyen marad. Nem hozod le a völgybe. Se a karmát, se az állítólagos darmát, te semmit ne hozzál le. Semmit. Üres kézzel mész, üres kézzel jössz. És amikor leérsz a völgybe, csak egyetlen egy gondolatod legyen, hogyan segítesz bárkinek, aki az utadba akad. És ez a három, ez a legjobb megelőző szerelés, hogy a darma baleset ne következzen be. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Hogyha van egy célom, és azért, hogy ezt elérjen, fektetek bele energiát, jönnek nyilván akadályok is, akkor honnan tudom azt eldönteni abban a pillanatban, amikor elbizonytalanodom, hogy egyáltalán jó-e az irány, hogy igazából én vagyok türelmetlen, vagy pedig még egy kicsit erőltetem, és, és az egy helyes irány, is az a cél, hogy ott kell hagynom az egészet. Nézd, egyszer kell meglátni, de teljesen és százszázalékosan, hogy a cél helyes. És a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva, de a célt nem feladva törekedve tovább menni. Ha elbizonytalanodsz, akkor valószínűleg elvesztetted a perspektívát, a fókusz nem tiszta, bejöttek nem várt tényezők, emberi és anyagi, újra megvizsgálhatod, hogy a célképzet helyes-e. De azt is vizsgáld meg, hogy az elején, amikor kitűzted és vállaltad, miért láttad helyesnek. Tehát meg kell tanulni kitartónak lenni, meg kell tanulni alkalmazkodni, meg kell tanulni nem feladni a céljainkat, de emellett a változásokat figyelembe kell venni, alkalmazkodni kell tudni a körülményekhez, és ez most egy nagyon tőled idegen, de harci hasonlatot fogok hozni. Régebben, amikor a tankok kezdeti típusai az első világháborúban megjelentek, ahogy így mentek le és föl a különböző terepen, az ágyú együtt mozgott a tank testével. Lement a tank, lement az ágyú, fölment a tank, fölment az ágyú. És éppen ezért meg kellett állnia ahhoz, hogy célozzon, forgatni kellett a tornyot, várni kellett. Elképesztő munka volt egy töltetet pontosan kilőni az ilyen tankokba. Teltek, múltak az évtizedek, az emberiség egyre kegyetlenebb, vérszomjasabb és taktikusabb lett. És legyártottuk azokat a tankokat, amelyeknek a célkövető mechanizmusa teljesen független a tank mozgásától. Tehát a tank akármit csinálhat, az az ágyú akkor is teljesen célra van tartva, de fél centim belül úgy, hogy hatvannal megy terepen a tank. És bármit csinálhat, nem téveszti el a célt, és bármikor lőhet. Tehát a kétféle mozgás és a kétféle mechanizmus Mutatja, hogy ha te ténylegesen a saját körülményeidet veszed alapul, akkor elveszted a célt. Mert mész le és föl, szereted, nem szereted, gyönge vagy erős vagy. És akkor a cél állandóan megy és jön, és elveszted, nem látod tisztán. Ha viszont elsajátítod azt, hogy alkalmazkodsz a terephez, tudsz lassan és gyorsan menni, de az ágyúcső mindig célra tart, mindig akkor nem tévesztett szem elől a célt, és egyszer csak célba találsz. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy tanuljon abból, amit az emberiség ilyen elképesztő magas technikai szinten kidolgozott, de lehetőleg ne arra használja föl, amire mondjuk ezt a harci gépezetet kitalálták. Egyéb kérdés? Nem egy személyes kérdés lesz, egy ismerősöm, akit nagyon szeretek, és nagyon fontos számomra, ő kipróbált egy tudatmódosítószert. Mit mondjak neki, hogy ez miért nem jó, amit csinált? Miért szeretnél te ilyet mondani neki? Ő kérdezett téged erről? Ő beszélgettünk róla, igen. Oké, okay, beszélgettetek róla, és ő megkérdezett téged, hogy szerinted ez jó? Ő igazából nem kérdezett. Mert akkor nem besz... mondja neki jó, semmit. Jó. Akkor én kérdezem, hogy miért nem jó én magam? De te nem mentél keresztül nem, élményen. Nem, nem. Hát akkor? Neked ez, akkor ez addig nem jó és nem rossz? Értem. Tehát te ne akard a világot megjavítani körülötted, mert rádomlik az egész. És hirtelen az ember, aki egy jó barátod, az ilyen ítéletalkotó szörnyeteget lát benned, és ő egy második kört is befizet, és be fog tépni megint, hogy újra megvilágosodjon, és neked bebizonyítsa, hogy az úgy is jó. Tehát ez egy tudatmódosítószer által szerzett élmény. Így van? semmi köze ahhoz, amit csinálunk. Két teljesen külön birodalom. A kérdés az a detox, az elvonó és a mentálhigiénés szakemberek környezetébe tartozik. Teljesen érinthetetlen ebből a nézőpontból. Talán annyi, hogy a módosított tudat újabb módosítást fog akarni, hogyha nagyon ragaszkodik az élmény, ez teljesen függővé válik. És elveszti a kapcsolatot ténylegesen önmagával és a valósággal ami nagyon sajnálatos. Én tanítottam detoxban úgy, hogy vendégként. És ez egy Szeged melletti rehab volt, és gyorsan javítom magam, a detoxból már kiött ex függők voltak. Az volt a feladatom, hogy egy mentál higién és munkatárs segítségére meditációt tanítsak a korábbi függőknek, és kiderült, hogy ez azért szinte lehetetlen, mert ha nem saját elhatározásukból lépnek a meditáció útjára, akkor ők még ebben az időszakban is, hogy fizikailag már tiszták, de mentálisan még azért pörögnek azon, hogy a következő kört hogy lehetne veszélytelenül lefutni, azon pörögnek, hogy hogyan lehetne a meditáció állapotát a teljes betétepettség állapotába eljuttatni. Tehát, hogy tanítsak nekik valamit, amitől ez pont olyan lesz, mint amikor ők jól betéptek, csak most nem kapja előket őket senki, mert nem kell hozzá semmilyen szer. És amennyire együtt érzek minden érző lényel, pontosan annyira hiába való ez a viselkedés, mert a meditáció felébreszt. Felébreszt, és megmutatja, hogy hogyan kábítjuk magunkat már a gondolatokkal, érzelmekkel, érzékszervi hatásokkal, külön még erre rákeverni valamilyen cuccal, Borzalom. Már ez elég kábító, ami itt van. És csak hétköznapi életnek hívod. Hétköznapi érzékszervi síknak éled meg. Úgyhogy mindaddig az ilyen ember taníthatatlan, amíg ő tanítást nem kér. És ez egy aranyszabály. Te ne akard megmondani a tutit, mert nem veszi észre, hogy függő, sőt, azt gondolja, hogy hát ez fantasztikus, hát miért nem vesz be mindenki valamit, vagy kicsit ugye szippant egyet, vagy főszúrja, tehát ez nem lehet. Tehát, hogyha te beszélgetsz vele, nézd meg, hogy kére segítséget, kére tanítást, és ha nem, maradjatok meg a beszélgetés szintjén. Különben pontosan ott fejleszt ki rezisztenciát, ahol nem kéne. Ott lesz defenzív veled szemben, ahol nem kéne. És amikor tényleg probléma van, amikor már tényleg nagyon gáz van, akkor pont te leszel az, akit nem fog meghallgatni, mert már fölépítette a falat. Jó? A szeretetről szeretnék kérdezni. Hogyan tegyem azt, vagy ne tegyek, vagy tegyek-e valamit, amennyiben egy nagyon közvetlen családtagomon én szeretnék segíteni? Az első öt másodpercben elvesztetted a szeretetet. Hogyan tegyem azt, vagy ne tegyek, vagy tegyek-e valamit? Hát gyakorlatilag szétgondolkodtad úgy, ahogy van. Igen, mert bár ez van 22 éve. Látom. És uh, szeretném hozzá megtalálni az utat, mert úgy érzem, hogy egy anyának nagyon sok mindennek kell tenni. Nagy-nagy szeretettel, őszintén. Ami úgy jön úgy kezdetektől teljesen a, attól a pillanattól, hogy ő világra jön. Viszont ő nem kíváncsi az én világomra. Esetleg arra sem, amivel én tudnék neki segíteni. Amit eddig is megtettem, igyekeztem. Hidd el, hogy a lányodnak mind a két szülőre szüksége van ahhoz, hogy ebből kijöjjön, amit te mondtál. Tehát apuka szerepét le kell tisztázni, mert ha nem, akkor egy féloldalas gépről van szó, hogy az egyik hajtómű megy, a másik hajtómű nem megy. Előbb-utóbb ez a gép lezuhan. Magyarul nem fogod bírni lelkileg, és ahhoz, hogy ez működjön a lányod felé, ahhoz egy kőkemény és bonthatatlan szövetség kell apukával, a gyerek apjával. És hogyha ez megvan, akkor van esély, hogy ez a szeretet kapcsolat végül is működik, de be kell látni, hogy néha olyan karmákat hozunk le, hogy egyáltalán nem akarnak rád hallgatni, vagy rátok hallgatni. És ebből jön a második kérdésem. Elmúlt 18 a lányod? Igen. Akkor az ő dolga. De annyira az ő dolga, hogy erre tízezerszeres erősséggel rá kellett ébreszteni, édes lányom, elmúltál 18, és a te dolgod magyarul hivatalból, mivel te kiskorú voltál 18 évig, mi segítettünk, amit tudtunk. De most, hogy elmúltál 18, neked kell észnél lenni. És segítünk, ha akarod, de ha nem, mostantól kezdve, hogy elütötte az óra a 18. életévedet, a te fejed fog fájni, és a te életed fog lecsúszni. És ez nem kegyetlenség, nem részvétlenség, hanem a működő, praktikus, mindennapi bölcsességnek az alkalmazása. Miért? Ha nem teszed önállóvá, nem lesz felelős az életért soha. És ahhoz, hogy felelős legyen, rá kell ébreszteni arra, hogy ő kicsoda valójában. Tehát hallhatta Ádám bevezetőjében, hogy a legnagyobb problémánk, a válság legnagyobb, legmélyebb gyökere az, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk. Ha új mértékben gyereknek nézzük magunkat, mint emberek, hogy valaki, valami nagytól mi függünk, az majd megoldja. Nem, nem. Legnagyobb téves nézet. Családon belül a gyerek azt hisz, hogy apu meg anyu mindig ott lesz, aki majd megoldja. Én lehetek akármilyen rosszaság, csinálhatok akármilyen hülyeséget, majd anyu meg apu megoldja. És folyamatosan, ahogy a serdülőkor előtötte a hormonális órát, el kell kezdeni a kis individuumot, aki egyre nagyobb lesz, ráébreszteni arra, hogy ez nem lesz mindig így. Én emlékszem az én szüleim, akik nagyon jó szülők voltak, és nagyon hálás vagyok nekik, ezt úgy mondták, 12 éves voltam, fiam, az aranyéletnek vége. És vége volt az aranyéletnek, és szép, lassan egyre több felelősséget raktak rám, egyre jobban ráébresztettek arra, hogy miből áll az élet, mi az én dolgom. És hogyha nem hallottam meg, mindig szenvedtem sose fordultak el tőlem, csak rá kell tűnöm, ha én eltöröm a lábamat, akkor az nekem fáj, és elvisznek a kórházba, de én fogok egy hét hat hét járógípsz. Azt én fogom csinálni. Tehát az ok és okozat működésére kell a gyereket ráébreszteni, és a nulladik pontja az, hogy felnőtt vagy. Felnőtt vagy. Még akkor is, hogyha elképesztő visszamaradásaid vannak itt az érettség terén, hogy mit látsz és mit nem látsz. De felnőtt vagy, és ha ezt te nem használod helyesen, akkor majd az élet fog rútúr rátiporni. És ez visszafele is igaz. Ha az élet rútúr rátiport, akkor nem voltál elég tisztánlátó, nem voltál elég éret, nem voltál hajlandó a realitást tudomásul venni, hogy milyen világban vagy. Ezt a család úgy előzheti meg, hogy a családon belüli törvény, amit apuka és anyuka diktál, az harmóniában van, sőt talán ugyanaz a törvény, mint ami a világban van, a családon kívül. De ha mi két törvényt teremtünk, ezzel a standardet darabokra törjük, akkor a családban megpróbáljuk megkönnyíteni a gyerek dolgát. Vagy jobbat teremteni, mint ami a világban van. És ezzel a gyereket leválasztom arról a működésről, ami a világ maga. Ez nem jelenti azt, hogy ne óvd, ne félsd, ne szeresd, ne adj meg neki mindent. De nem mondd azt, hogy ez a család másképp működik, mint a világ és ne is próbáld másképp működtetni, mert egy kettős világ lesz, egy ilyen nagyon-nagyon kibélelt, de alapjaiban hamis és mesterséges kényelmi zóna, a család, és az a rút, farkas törvény, hideg, brutális világ, amely odakint várja. Minél nagyobb a kettősség, minél nagyobb az eltérés a családon belül és a családon kívüli világ interpretációja, festése között annál nagyobb lesz a szakadás a gyerekben. És annál kevésbé látja tisztán, hogy valójában hova született. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy otthon érdemese, mondjuk például a könyvből választanom gyakorlásképpen egy kohant, és azt magamban azzal foglalkozni. Szeretsz rosszakat álmodni? Nem. Akkor ne csináld. Jó. Tehát a kohanna való viaskodás az olyan álmokat hoz, hogy a legkeményebb akciófilm és legbrutálisabb krimi kevés ahhoz, hogy ezt így érzékeltessem, ugyanis az elméd a darabokra töri magát a paradoxonok pengéin. Te nem fogod tudni megoldani, viszont rengeteg előfeltevésed, képzett alkotásod, akaratod, vágyad, dühöd, egyéb ilyen érzelmi és értelmi projekcióid lesznek, ezek teljesen feleslegesek. A koan az egy olyan eszköz, ami tanító és tanítvány között az intuíciót teszteli, tisztítja, erősíti. Tehát olvasgassál nyugodtan koant, ha meg tudod állni, hogy gondolkodj rajta. De hogyha az elméd nem tudja megállni a gondolkodást, akkor mondjuk olvass egy koant, és utána nagyon hagyd békén. Nagyon-nagyon messzire hagyd békén, és olvassál prózában zen történeteket, amelyek egy kicsit nyugalmasabbak, happy end, tehát megvilágosodik a tanítvány. Tehát ilyeneket olvassál, és az úgy rendben van. De hogyha kolnokkal túltölti az ember az elmét, akkor úgy érzi, hogy egy egész kis ördög hadsereg sarabolja a homlok lebenyét darabokra a paradoxonok viking fejszéivel. És ez nem jó érzés. És ezt ne teremtsd meg magadnak javaslom, hogy ha kóanok foglalkoztatnak, mint a engem is foglalkoztattak, és én is olvastam könyveket róla, és pontosan tudom, hogy milyen, amikor a vikingek fejszével ütik a homlokodat. Tehát ekkor gyere el elvonulni. Mert akkor már halaszthatatlan, akkor már zen vírus benned van, és ott munkál, és zabálja a gondolataidat, ugye? És innentől kezdve itt a helyed. Vedd föl a kesztyűt, gyere be az interjú szobába, tanuld meg a koanpraxis alapjait, és akkor örömmel jelenthetem, hogy darma mester és zenmester egyaránt segíteni fog neked, hogy te pont azzal a házi feladattal foglalkozzál, amelyikkel kell, és az kóan nem több. Jó? Köszönöm. Szívesen. Nálunk is van egy családi karma. A... Hol nincs? Te? Na mondjad, milyen családi karmában segíthetek? A édesanyám és a bátyám között. Tehát és ők közted, nem találkoztak. Ne? Ők nem találkoztak már több-több tíz éve. Uh -huh. És ami a bátyám és az édesanyám között van, az felmenő, tehát több felmenővel is volt ilyen, hogy nem találkoztak és nem tartották a kapcsolatot. Tehát a nagyszülőknél, a dédszülőknél, és ez, ezt én nem szeretném továbbadni például a gyerekeimnek. Nézd, vannak módszerek, hogy hogyan láss rá a családi karmára, hogyan szabadulj meg a családi karma nem kívánatos kötöttségeitől. Ez mondok egy hasonlatot, de teljes módszertant itt nem tudom kifejteni. A családi karma olyan, mint egy torta, aminek nagyon sok rétege van, és nagyon sok szelete van. A korábbi generációk azok a rétegek. A jelenlegi generáció a tortának a felszíne. Aki egy picit éberebb, annak a szeletén ég a gyertya, az látja jobban a többi szeletet. Ahol nem ég a gyertya, ott szándékosan nem beszélek a másikkal, nem megyek oda hozzá születésnapra, nem akarom tartani a kapcsolatot, és akkor a torta ott el is vágódik, és elkezd elkülönülni egyik szelet a másiktól. Ha túl sok szelet különül el a másiktól, akkor az a család gyenge, és a külvilág éket tud verni a családtagok közé. Ezek a családok szét tudnak oszlani, szét tudnak törni. A torta rétegei egymásnak adják a töltelék ízét. Tehát jól látod, a családi karma hetedíziglen ismétlődik. Mindaddig, amíg föl nem ismered, és a mészerkezetben azaz a családi, karma arhetipusai között fel nem ismered, hogy ez micsoda. Tehát, hogyha erőszak volt a családban, mondjuk női vonalon, akkor az generációkon keresztül párválasztási problémát fog okozni. Biztos látsz benne. És innentől kezdve vannak módszerek, hogy ezt a karmát belső térből külső térbe tedd, lásd, leválasztódj róla, visszanyerd az energiát, és újra teremtsd, alakítsd át, és írd vissza magadba. Ekkor változol meg. Megváltozol, mint lány, mint feleség, mint anya, mint húg, mint nővér, és amikor ezek a viszonyok megváltoznak, az egész torta megváltozik. Ehhez viszont gyakorolni kell, mert hogyha a korábbi azonosulásokat nem számolod föl, mondjuk egyéni szinten, akkor a párkapcsolat sem alakul át, a családi karma sem javul, és a csoportkarma, vagy a társadalom sem javul. Tehát ezért az egyének óriási felelőssége van, és ahogy ö, hadgyermekes gyermekes gyakorló apukánktól, akinek ismételten gratulálok, hogy sima homlokkal itt ülsz, és megoldottad, ott a változás. Ott a változás, világosan. Tehát van kiút. És ez nem remény. Ez egy felkínált lehetőség. Ha élsz vele, megvalósítod. Ha nem élsz vele, nem valósítod meg. De a saját azonosulásaid, a saját típusod, a saját arhetipusaid változása az, amely tényleges. Az összes többi felszínes. Tehát a család karmáját nem tudod ugyanarról a síkról érdemben rendezni, ahol ők is vannak. A családi viták, perpatvarok, veszekedések, nem beszélünk húsz évig, ezek egyáltalán nem hoznak megoldást. A mély változás az egyénben már hoz, már hónapok alatt hoz. Hogyha jól értem, akkor én saját magamon dolgozzak, azért, hogy erre rálássak, és talán ezért ne adjam tovább a gyerekeimnek. Pontosan. Elérsz Tehát, egy hogy... tiszta és erős tudatot, és a tiszta és erős tudat olyan, mint a törhetetlen tükör. Bármi kerül elé, nem torzul, nem törik, nem zuhan össze, nem adja föl, nem hajlik, nem gyullad ki, nem fagy meg. Mi ezt mind tudjuk. Erős, világos, torzítatlan, törhetetlen tükör. És akkor innentől kezdve van az, hogy a saját hamis azonosolásaidat leveted, a saját illúzióitól megszabadulsz, és innentől kezdve már passzívan segítetted a családot, majd utána aktívan is segíted, például nem mész bele egy játszmába, amely 20 évig mindig ugyanazt az eredményt hozta, mindig rossz eredményt hozott, és most megtartóztatod magad a játszmától. Nem veszel benne részt, nem teremted meg, másik úton mész. Nagyon fontos. Mert ha nem alakítjuk át ezt a karmát, akkor jól érzed, a gyerekek tovább viszik. És végképp nem a szóbeliség szintjén. A jelenlétből, a tettekből, és utána a szavakból és az érzékszervisíkon. A jelenlétedet nem tudod letagadni az energiádat a karmád festi meg. A karmádat az azonosulásaid alakítják ki. Itt nincs kecmetsz és nincs véleményalkotás. Vagy jelen időben, ebben a pillanatban tisztán látsz, vagy nem. Vagy követed a karmádat, vagy nem. Vagy fölfelé lépsz a felébredés felé, vagy pedig lefelé a még nagyobb sötétség és meghatározottság és rabság felé. Ezek nagyon világos választások, kérdés, hogy mennyire élünk velük. Köszönöm szépen. szívesen. Utolsó kérdés. A dűről szeretnék információt kapni tőled, annak az okáról, megfigyeléséről. Ha te ilyen békés ilyen. vagy, akkor miért a dűről kérdezel? Miért nem a békéről? Hát pont ez az érdekes paradox helyzet, hogy alapvetően nyugodt, békés, úgy gondolom, hogy viszonylag normális ember vagyok, viszont pillanatok alatt, amikor meg van nyomva egy gomb, akkor viszont... Na, azt a gombot kell észrevenni, hogy mögötte mi van. Hát sokféle gomb van, csak hogy mögötte egy 3 g os TNT-töltet van, és puh, nagyot szó, már 3 is, vagy pedig egy teljes atombomba is vége Hiroshimának, az nem mindegy. Tehát ki és hogyan tudja a gombodat benyomni? A dünek két alapvető oka van. Nem kapod meg amit akarsz, vagy azt kapod, amit nem akarsz. És a pusztító ösztön az amikor ez bekapcsol, hogy én eltöröljem azt, amit nem szeretnék, és eltöröljem az akadályt az amit szeretnék. És ez az emberi kapcsolatokban a legdurvább. Amikor a szeretet személyre vagy dühös. Pusztán azért, mert nem szeret téged szerinted eléggé. És a dű lerombolja a tárgyát. A magyar nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy mérges. És a dű tényleg mérgező. Nézd meg a májat, amelyik mondjuk az saját érzelmeitől szenved. És a pátosz, a szenvedély, az ilyen szinten a dűnek a gyökere. És a pszichopata, az a lelki beteg, aki a saját szenvedély betegségétől nem tudott megszabadulni, ezért valahol mindig a dűnek valamilyen tűzében ég. Úgyhogy a dű az a rombolásnak az ösztöne, a vágy az a teremtésnek az ösztöne. Hogyha a rombolásból tisztítást tudsz csinálni, akkor dű nélkül el tudod takarítani az útból az akadályt. Ehhez viszont meg kell ismerni, a lélek és a világ működését egyaránt. Ha nem ismered ezt a működést, hogyha nem látás terhe nyom, akkor vagy kapzsiság, vagy dülesz lesz a válasz a problémára. Vagy túlteremted, vagy pedig megpróbálod lerombolni. És a tisztítás az azt jelenti, hogy megismered, hogy az hogy jött létre, és a teremtettségében nézel bele először. Ezen az úton, hogy ezt visszafelefordítod, azt is meglátod, hogy hogyan lehet azt megszüntetni. És lebontod a helyet, hogy le akarnád rombolni. Letisztítod a helyet, hogy meg akarnád semmisíteni. Nagyon fontos. És akkor senki nem tudja benyomni a gombodat. Senki nem tud manipulálni senki nem tud feldühíteni, és hogyha erős a középpontod, akkor hogy mondja a magyar, nehéz kihozni a sodrából. És akkor nem pillanatok alatt leszel dühös, és az összes lőfegyvert elsőtnéd, amik a közeledben van. És ezért nehogy azt higgyük, hogy ez egyéni probléma, mindenkinek meg vannak a gombjai, mindenki valahol sebezhető, és én kívánom, hogy ne így legyen. Ne legyél a saját reakcióidnak a rabja. Ne csak a reaktív tudatodat ismerd, hanem a kreatívat, a teremtőt és a helyesen cselekvőt. És hogyha gyakorlunk, hogyha letisztítjuk a tudatunkat, akkor semmilyen hamis azonosulás nem fedi a tükröt, nem képez vakfoltot. Kívánom tehát, hogy minél többször találkozzunk a Dharma termében, hogy megismerjük a külső és a belső törvényt, amely a teremtés, megtartás, és tisztítás vagy pusztítás törvénye. Ha ezt megtesszük, akkor világosabb tudattal, nagyobb bölcsességgel és együttérzéssel tudunk élni, ezáltal kevesebbet szenvedni és szenvedtetni, megnyitva magunk és mások előtt a boldogság útját. Köszönöm a figyelmet.